Jó reggelt! Jó reggelt! Most megrázza magát. Nem. Gyertek, Cuki! Gyere befelé! Gyertek, gyorsan! Gyorsan a helyedre! Cuki is, befelé! Gyerünk! Rózi is a helyére! Kis csikesz is, vigyázz! Helyére, Rózi is! Gyere! Oké, jöhet. Orosházán születtem 1997-ben, és itt Batonyán, ahová most ellátogattatok, itt nőttem fel. Ide jártam óvodába, általános iskolába és gimnáziumba is. Hát gimiben volt, amikor egyik évben meg is buktam tesiből, mert nem szerettem tesizni, nem szerettem semmi ilyen sportot csinálni, viszont görkorcsáztam, lovagoltam, tehát a mozgást szerettem, de a tesi órákat nem. Tehát nem gondoltam volna soha, hogy én egyszer ilyen sportban fogok jeleskedni, és még a tesi tanárom is régen az utcán körbe puszilgatott, hogy ő ezt nem gondolta volna rólam. Közös ismerősünk szülinapi bulián voltunk, ahol a lovam tudja azt, hogyha én felteszem az első két lábát a vállamra, akkor fel tudok állni vele. És ő ezt meglátta, és gondolt, hogy tuti erős vagyok, és elhívott itt Batonyán a falunapra, ahol volt egy ilyen tanyasi erős ember, meg botthúzás, és akkor itt elhúztam mindenkit, és akkor így elkezdtünk járni versenyekre. Volt edzőmmel, Deli Tamással. Először egy erős ember versenyen vettem részt, ahol hát sok kondis lány is itt volt, és ugye én harmadik helyezést értem el, úgyhogy életemben kondiban nem jártam, tehát maximum csak villát fogtam. És ugye utána volt egy másik verseny, egy ilyen erős strong woman verseny, és ott volt utána egy ilyen botthúzás, ugye egy más wrestling verseny, és ott 120 kilós csajt is elhúztam, és akkor onnantól kezdve kezdtem el edzeni, és elmenni egyre nagyobb versenyekre. Ő segített mindenbe, a felkészülésbe, az étrendet megírta, ott volt az edzéseimen, és ő készített fel az összes versenyemre. Azt gondoltam, hogy én ebben tehetséges vagyok, az akkor volt, amikor több nálam sokkal nagyobb súlyú nőt is elhúztam, illetve nagy bajnokokat is elhúztam az egyre több versenyen, és ezt nem gondoltam volna, tehát akkor gondoltuk, hogy valami tehetség rejlik bennem. Egyre több országba jártunk, és egyre több országnak a kultúráját megismertük. Ezek voltak azok, amik lenyűgöztek, mert hihetetlenül kedves, segítőkész emberek voltak minden országban, amerre csak jártunk. A Moszkvában, amikor volt a világkupa, ott megvertem a nagy bajnokot, az Irinát, és ott lettem világkupa győztes. Majd ezután pedig Jakutföldön a világbajnokságon, ott pedig második helyet értem el. Arnold kupa az, ami a legnagyobb szám lehetett, úgymond az ember életébe. Akkor itt van ez is, amikor Jakutföldre mentünk ki, ott voltunk a mínusz 30 fokban, ha szétfagytunk, de második lettem, tehát ez is egy nagyon jó számomra. Ez is egy világkupa sorozatnak a kupája, nem is tudom már, hogy hol voltak, mert itt van, hogy Moszkva, Győr, meg Kazasztánban voltunk kint, akkor ez volt a törökországi, ahol itt is második lettem. Ugye a kupákhoz voltak mindig érmek, tehát ez is minden egyes kupához van. Van egy érem, ami volt. Ezt például itt kaptuk Magyarországon, az éves női abszolút botthúzónak az eredménye. 2019-ben az év női botthúzója lett a Fanni, és én csináltam ezt a díjat. Ezen a díjon a két belső kéz az én kezem, a két külső kéz meg egy Arnold Classic győztes másik magyar botthúzó, Dusnok Imrének a kezét mintáztuk meg,
és így állt össze a díj, és örültem nagyon, hogy az első ilyen díjat a Fanni kapta. És ugye ezt kaptam. Az Arnold Classicon, ezt az övet. Csak ugye már akkor is nagy volt rám. Ez nem fog megállni. Nem járok edzeni, konditerembe se járok, nem figyelek az étrendemre. Helyesen étkezek, viszont nem figyelek arra, hogy én most csak csirke mellett rizse legyek, nem kell híznom, nem kell fogynom, tehát én nekem most már nem. De viszont amikor versenyeztem, akkor szinte minden nap mentem a kondiba, edzettem, meg volt a napi rutinom, meg volt, hogy reggel délben mit eszek, és ugye ezt kellett tartanom. Szerintem az én tehetségem abban rejlik, hogy én kitartó vagyok, és nem adom fel, makacs jellem is vagyok, és úgyis addig megyek valamiért, amíg el nem érem. Tehát ez a versenyeken is megmutatkozott, hogy amíg ledem szakadt a tenyerem, és én tudtam fogni a botot, addig én fogtam és húztam, és nem érdekelt, hogy vérzik, vagy hogy bármi történt, én akkor is az utolsó pillanatig harcoltam. Kívánom mindenkinek, aki elkezd egy sportot, hogy ne adja fel, küzdjön, és nem egy-két hónap alatt fog eredményt ez mutatni, hanem évek után. És sok kitartás, és edzés, és minden, és ne adja fel, mert előbb-utóbb úgyis megjön mindennek az eredménye.